mi nem az olimpia ellen tiltakozunk, hanem az ellen, hogy egy jogsértő, törvénysértő magatartásnak kíván a Magyar Állam vagy Budapest, ez a non-profit szervezet, aki ebben az épületben is található többek között, egy olyan telekkel kíván pályázni, ami a mi tulajdonunk, a mi saját tulajdonunk befektetőké, a megspórolt pénzünkből vásárolta ezt a cégcsoport, és mivel, hogy néhány irodaajtóval arrébb a PSF-en is található szintén ugyanebben az épületben, ő azt állítja, hogy ez a telek ez nem létezik, mint investor vagyok, viszont néhány irodaajtóval arrébb pedig azt állítja ez a non-profit szervezet, hogy de igen, létezik, és pályázni szeretnének a 2024-es olimpiával ezzel a telekkel. Hát mi ezzel ellen tiltakozunk, nem az olimpia ellen, mi imádjuk a magyar sportolókat is, többek között imádtuk az Európa bajnokságot is, amit amennyire mi tudjuk, nem Magyarországon rendezték és nem ellopott telkeken, tehát mi nem a sport és nem az olimpikonjaikat, a mélyen tisztelt olimpikonjaikkal szemben tartottuk ezt a demonstrációt, hanem a saját tulajdonunk védelmében. Ameddig nem fizetnek ki bennünket, addig ez a mi tulajdonunk, és szeretnénk, ha minél inkább valamilyen formában hozzájutnánk a pénzünkhöz, ennek a telek árából is többek között, illetve a többi questor vagyonból eredően is, amit a felszámolók nem találnak itt a vagyonelemek között. A Magyar Állam vagy az Olimpiai Bizottság hogyan jutott ahhoz a telekhez, amiről az imént beszélt, hogy az állami tulajdonba került, vagy? Nem. Az még mindig a questornak, a questor károsultaknak a tulajdonában van. Itt van egy ellentmondásos nyilatkozat a felek részéről, mint mondtam az előbb, Olimpiai Bizottság, ez a non-profit szervezet, aki az olimpiát kívánja előkészíteni és megpályázni, az tudja, hogy hol van ez a telek és hogy mit szeretne ráépíteni, viszont a PSF-en, aki szintén ugyanebben az épületben, ő pedig azt állítja, hogy ez a telek nem létezik, és ezt a telket ő nem tartja nyilván a károsultaknak a tulajdonaként. Azok kedvéért, akik nincsenek napi szinten a Questor ügyben, képben, hogy az ő tudásokat egy kicsit update-elve, hogy hol tart most a kártalanítás, hogy elkezdődött-e, vagy ugyan ott tartunk, mint a botrány elején? Elvileg ugyan ott tartunk. Jó néhány ígéretet kaptunk már arra, hogy a kárunk rendeződni fog valamilyen formában. Vannak olyan károsultak, akiket a biztosítási alap ki is fizetett, illetve van olyan károsult, akiket a Exgrácia néven elhíresült Questor 2-es törvénnyel megpróbálnak kizsigerelni és olyan élethelyzetükben adódóan olyan helyzetbe hozni, hogy kénytelenek elfogadni az alamizsnát, és ezáltal minden alkotmányos és törvényes jogukról kényszerítik, hogy mondjanak le. De nagyon sokan vagyunk, hát számok tükrében 210 milliárdot loptak el, így szerintem a legegyszerűbb. Ebből a Magyar Állam eddig 37 milliárd forintot fizetett ki kárrendezésként, tehát az összes ellopott érték 17%-a került eddig a mai napig kártalításra. Azt gondolom, hogy ez mindent elmond erre az egész törvényről, meg az egész hozzáállásról, ami a jogalkotó és a nyomozó hatóságok is minden érintett fél képet alkot. Mi lesz a következő lépés, amit a Questor károsult a közösség tenni fog az ügy érdekében, hogy megkapják a pénzüket? Jogi úton próbáljuk továbbra is, bár nagyon sok károsult társunk van, akinél már ez az út nem tartja járhatónak ezt az utat, de mi, akik most magam nevében is néhány közvetlen ismerősöm nevében tudom nyilatkozni, jogi utat szeretnénk továbbra is járni. Megyünk, készítjük a különböző beadványainkat, hamarosan Strasbourghoz fordulunk a beadványra, és néhány még olyan szervezethez, akibe azt gondoljuk, hogy tudja készíteni, hogy befolyásolni a Magyar Államot. Minimum abban, hogy feltárja ezt a bűncselekményt, hogy miről szólt, és minimum abban, hogy a meglévő vagyonelemeket a valóban a tulajdonosaikhoz jutass el, ne kényszerítse őket arra, hogy lemondjanak a saját tulajdonukról.